Az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester egy csokor virággal és Orbán Viktor miniszterelnök köszönő levelével, Varga Erzsébet anyakönyvvezető pedig egy tortával köszöntötte fel az ünnepeltet. Kedves Ulika néni, hogyha mondhatom ezt. Nyugodtan, igen. Karcagváros és az önkormányzat képviselőtestülete nevében nagyon boldog születésnapot kívánok. Nagyon szépen, köszönöm. Erőben, egészségben, köszönöm még sokáig szépen. Közöttünk. Hát... szeretnék, hogy gratulálok. Köszönöm. Szépen gratulálok, és tessék megengedni, hogy átadjam. Miniszterelnök úr, jó kívánságait, Orbán Viktor miniszterelnök úr, jó kívánságait. Igen, köszönöm szépen. Születésnapi alkalmával jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen. Boldog születésnap. Egy kicsit feszült voltam. Árulta el Jucika néni, aki mindig sokat dolgozott. Volt, amikor Budapestre is készített kézimunkát, de rengeteg goblent is vart. Szülei mellett már gyerekként megtapasztalta a mezőgazdasági munka nehézségeit, aztán férjével is mindig dolgoztak, hogy a gyermekeik boldogulhassanak. Dolgoztam én Budapestebe kézműipart, rengeteget kézimunkáztam meg, mindent, goblent kezdve mindent csináltam. Úgyhogy dolgoztam. Fiatalkorom meg a szüleimmel Tieszbe voltunk. Akkor még utána, amikor eljöttem nyugdíjba, még akkor is csináltam, amit, mikor, mit, de mindig volt. Férjem mindig mondta, nem kell neked csinálni, nem kell, de nem, ilyen voltam mindig. Amit tudtam, mindig beteremtettem, nem volt probléma. Két jó gyerekem van, három gyerekeim vannak tényleg, mert akármi van, segítenek rajtam, meg hoznak, csinálják, viszik, nincs problémám. Unokám is van, 6, dédim 7, telefonon mindig hívnak is, én is őket, meg jön, hát hol egyik jön haza, hol a másik jön, ők, Zolikáék most mentek el, ők Karcagon laknak, annak a felesége tanító. Hát nincsen probléma vele, hála a jó Istennek. Örülök neki, hogy a két gyerekem itt lakik, itthon Karcagon. Ennek nagyon örülök, vagyis a három, mert Laci is, hát én neveltem őt 4 éves korától. És szeretem, meg mai napig is ez a szakállas, ez ő apjának az első házasságából volt, és házasok 60 évesek lettünk volna, amikor meghalt. Mondja szomorúan Jucika néni, aki számára a kikapcsolódást ma már a tévézés, a keresztrejtvény fejtés jelenti. Általában 10 óra, 11-kor zárom le a tévét, 6-kor általában felkelek, akkor elrakom az ágyneműt, megmosakozom kutyámnak, az az első után kávét főzök, meg rejtvényt. Azt, akkor leülök, és akkor ebédet van, mikor 2 napra megvan, vagy mikor, hogyan van megfőve. Úgyhogy el vagyok. 5 évesek, egy van 14 éves unoka, aztán 2 5 éves, meg még van egy kicsi, most 9 hónapos, meg azok kabánlaknak, azt hiszem ott is 5 éves a nagyobbik, meg 3 a kisebbik. Mindegy forma. Nincs kedvencem, mindegy forma. Itt mindet szeretnek is. Dédikém, dédi, gyere futballozzunk, gyere játszunk. Ezt csinálják, igen. Mind kedvencem, nincsen külön. Árulj el a 90 éves titkot, Jucika néni, aki szeretné még dédiei boldogulását is megélni. Megbeszéltük, hogy a 100. születésnapján is találkozunk még, látva rengeteg energiáját, ez nem is lehetetlen. Ehhez jó egészséget kívánunk Jucika néninek.